Szervusztok, gyerekek! Ma labdával fogunk tornázni. Ugye a múltkor elmondtam, hogy készítsetek két labdát, az egyik legalább pattanjon, a másik azt csak urításra használjuk, és egy akkora kosarat vagy tálat, amibe belefér a labdátok. Remélem ez megvan, akkor kezdhetjük is a tornát. Itt a két kis segítőm, Réka és Anna. Gyertek, álljatok a vonalhoz, oda a végére. Egymás mögé. Lehet úgy, hogy Anna a másik oldalára álljál, másik oldalára a vonalnak. Egymás mögé. Egymás mögé álljatok. És a másik oldalára a vonalnak. Ide. Édni. És magasra fölnyújtózkodva, lábújhegyen a labdával, induljatok el lassan sétálva, körbe a leragasztott vonalunk, lábújhegyen jó magasan legyen a sarkad, Réka, nyújtózkodj meg. Most húzzátok a tarkótokra a labdát, könyök sarkon járjunk, könyök jól húzzon, sarokjárás, Anna, hátra húz a könyök, emel a fej, és jól kitol a mellkas. Nagyszerű, most nyújtsátok előre a labdát, és magasra emeljétek a térdeteket, és érintsétek meg vele a labdát. Lassan, finoman, mint egy gólya néni. Rendben, most egy picikét adogassátok a nyakatok körül a labdát. Fordulj vissza, Réka, a vonal mellett, mert azt képzeljük, hogy otthon a folyosón vagyunk, és nincs több helyünk. Aztán a derekatok körül is megtekerhetitek a labdát. És indulás, és feldob, elkap, feldob, elkap. Annyira magasra dobjátok csak, hogy biztosan el tudjátok kapni. Földob, oldalról fogjuk a labdát, ne alulról, és jól kinyitott ujjakkal kapjátok el. Most nyújtsátok ki, és ejtsétek le. Nyújtsd ki, nem baj, ha elgorul, akkor menj érte, és vedd föl. Kinyújt, lejt, kinyújt, lejt. Most próbáljátok meg úgy, hogy kettőt pattanjon. Egy, kettő, és úgy kapod el. Egy, kettő, és elkap. Egy, kettő, és elkap. Semmi baj. Egy, ó, de ne a lábadra. Gyere érte, semmi baj. Gyere. Egy, kettő, és elkap. Egy, kettő, és elkap. Egy, kettő, és elkap. Jó, most próbáld, eddig ejtettük a labdát, most egy picikét erőteljesebben próbáljátok leütni, de ne engedjétek föl a fejetekig, hanem itt a derekatoknál, melleteknél vegyétek föl erősebben, picit erősebben, hogy lássam, hogy mi a különbség a leejtés és a leütés között, mert most folytathatjuk úgy, hogy egyet leejtünk, egyet leütünk, egyet leejtünk, egyet leütünk. Az volt az ejtés, Anna, az a leütés. Ez volt, de csak oda magad elé, hogy ne guruljon el. Jó, most egy picit tegyétek le a földre, és gurítsátok. Lehet végig gurítani a vonalon. Úgy. És visszafele vedd föl, és dobál, dobd föl, kapd el. Nem négy kézláb gondoltam, Réka, hanem hajolj le, és úgy gurítsd. Próbáljátok a vonalon gurítani. Az jó lenne a vonalon, és akkor végére érsz, akkor fölállsz, és feldobod, elkapod, feldobod, elkapod, feldobod, elkapod. Jó, maradjatok ott azon az oldalon, és most olyat fogunk játszani, hogy egymás mellé álljatok, és mondjuk, hogy az a terem egyik vége, ahol most álltok, ez pedig a másik vége, arra vigyázzatok, hogy ne fussatok neki a székeknek, meg az asztalnak. Az lesz a feladat. Mindig megmondom, hogy a végén milyen ülésben vagy állásban kell lennetek. Tehát most az lesz a feladat, hogy jelre odafuttok, török ülésbe ültök, és az öletekbe tartjátok a labdát egyenes háttal, nyújt zsirafnyakkal. Jó, amikor odaértek, akkor gyorsan leültök. Utána felálltok, visszafordulunk, mondok mást. Oda, vissza fogunk futni. Na raj! Futás és törökülés. Törökülés, egyenes a hát. Kihúz, zsiráfnyak. Most a következőbe kis asztalt kérek a túloldalon, úgy, hogy a térdetek közé legyen a labda. Futás! Gyere! Fut!
És kis asztal gyorsan, térdetek közé, kis asztal, ez puputabetartás, lányok. Hátul van a kis asztal, hátul a kéz, hátra. Na még egyszer, úgy, térdet közé, és föl, ez a kis asztal. Visszagurítom, Réka. Tedd a térdet közé magasra, hogy szép, olyan gyönyörű, egyenes lapos asztal legyen, hogyha ide tennék egy pohár vizet, nem borulna ki. Emeld föl, Réka, jól. Most a következőben jön az a puputeve tartás, amit az előbb csináltatok, és a bokátok között legyen a labda. Futás vissza! Gyerünk! Fut, 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 boka közé a labda, és egy gyönyörű kifeszített térd, kifeszített térd. Lábujjhegyre is lehet emelkedni. Nagyon jó! A következő futás után ülés a labdán. Futás! Gyerünk! Fölkapod a labdát, és leülsz a labdára egyenes háttal, nyújtózkodva. A következőben hasalni kell a labdára. Futás! Gyerünk! Fut, 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 ráhasal a labdára, és előre-hátra lehet gurulni rajta, előre-hátra. A következőben hátatokra kell feküdni, hátatokkal a labdára. Futás! Futás! Hátatokra feküdni a labdával. És ott is lehet egy picikét gurítani, gurulni rajta, jól megmasszírozza hátatokat a labda. Ez az. Nagyszerű. Most fölkapjátok a labdát, és páros lábon ugráljatok el ide a terem ennek a végére. Összezárva a lábakat. Na még egyszer, tényleg összezárva legyen. Ne csak ilyen indián szögdeléses legyen. Na raj! Összeragasztott lába. Ez az. Jó. Na gyertek, üljünk le ide, kicsit egymástól távol, körbe, és akkor egy picikét gimnasztikázunk a labdával. Csúsz hátrébb, Anna. Tehát te is, Réka, hátrébb egy picit. Még hátrébb, hogy nagyobb helyünk. Még? Menjetek hátrébb, hogy azért ettől nagyobb hely van még. Még egy picit. Még egy picit. Úgy, zárjátok össze a lábatokat, és tegyétek a labdát ide a lábfejetekhez, jól kivasalva a térdetek, és most gurítsuk a labdát végig a térdünkön, föl a mellkasunkon húzzuk ki egyenesre a hátunkat, és egészen fölguruljon a fejünk tetejére, ott egyenesen ülünk, nyújtsd ki, feszíts ki a térdet, lapocka zár, és visszagurít. Vissza, és előre is hajolhatunk, egész fel a lábunk ujjáig, amíg elérünk, nyújtott lábbal. Na, még egyszer, még egyszer, még egyszer, még egyszer. Fölgurítjuk a fejünk tetejére, hátra húz jól a könyök, visszagurít az orrunkon, és odaérkezett. Üljünk jó nagy terpeszülésbe, és gurítsuk ki az egyik lábunkhoz a labdát. Na, és szépen gurítsuk egyik oldalról, és közben behajolunk előre a másik lábhoz. Egyik lábhoz, másik lábhoz, egyik lábhoz, másik lábhoz. Jó, most feküdjetek a hátatokra, és próbáljátok bedugni a popsitok alá a labdát. Húzzátok föl a talpatokat, azaz, Réka, nagyon jó. Úgy, hogy ne guruljon el a labda, nagyszerű. És most nyújtózkodjatok fel az egyik kezetekkel plafon felé jó messzire, és tegyétek le a másik kezetekkel jó messzire, fölfelé a plafon felé, és tegyétek le. Most mind a két kezetekkel nyújtózkodjatok föl jó magasra közben a popsitok a labdában, és vissza. Na még egyszer. Egyik kéz fölfelé, visszatesz. Másik kéz fölfelé, visszatesz. Mind a két kéz fölnyújtózik, és visszatesz. Jó? Vegyétek ki a labdát a popsi alól, üljetek föl, és tegyétek a bokátok közé a labdát. Hátul támaszkodjunk meg a kezünkön, szépen húzzátok ki a mellkasotokat, és felhúzzuk a labdát hajlításig, fölnyújtjuk a levegőbe, visszatesszük, és kinyújtjuk. Hopszi, szorítsd! Megvárjuk az Annát, és akkor behúz, kinyújt a levegőbe, visszatesz, és kinyújt a földön. Na még egyszer, hogy mindenki jó legyen.
felhúz, kinyújt a levegőbe, visszatesz, és kinyújt. Úgy látom, ez jó nehéz volt. Jó nehéz volt ez. Ezt nem is gyakoroltuk, mama. Nem, ezt nem gyakoroltuk még. Hát vannak. Nem, semmi baj. Most azt szeretném, hogy guggoljatok föl. Ez sem lesz könnyű. És egy kicsit húzódjunk hátré, hogy ne zavarjuk egymást. Guggolunk, és az lenne a feladat, hogy előre lassan kigurítjátok a labdát, gyorsan utána másztok, és megállítjátok kézzel, visszahúzod, és fölgugolsz. Na, próbáljátok. Egyszer az egyik kézzel próbáljátok megállítani, egyszer pedig a másikkal. Guri, gurít, gurít, megállít, egy kézzel. Kigurít, és megállít, és visszagurít, és visszagugol. Megint kigurít, letérdel, és megállít. Réka, elfáradtál? Na, gyors, fog meg! Na, ez az. Nagyszerű. Jó. Akkor most játszani fogunk egy picit. Labdázunk, én leteszem az én labdámat. Ti pedig álljatok így szembe velem. Oda egymás mellé. És akkor egyszer Rékának dobom a labdát, te ugyanúgy kell visszadobnod, ahogy én dobom, fordulj felém, aztán meg én, aztán meg neked. Egyszer te, egyszer te. Na, én kezdem, pattintva dobom, és pattintva kérem vissza. Anna, pattintva, és pattintva kapod vissza. Pattint, 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 egy kicsit tolt ki előre. Ez az. Jöhet? Tolt ki, tolt ki, jöjjön, jöhet. Jó, jól megmozgattok engem, úgy látom, ketten. Jó, álljunk meg. Most azt szeretném, hogy innen a mellettől dobd nekem a labdát, Réka. Nagyon szép. Én is dobom, és próbáld meg elkapni úgy, hogy ne a mellkasodhoz menjen. Ez az. Ó, bocs, nem volt jó. Dobom, és kap, ugye. Jaj, ne rúgd, mert ilyen jöhet. Dobd, Anna, dobd. Így, ide, tedd ide a kezedhez, és így kinyújtod. Réka, keresd meg a labdát, gyere, jöhet. Hopp, és hopp, ne ijedj meg tőle. Gyere, jöhet vissza. Jó, most gurítom neked a labdát, te is gurítsd nekem. Jöhet, de ne egyszerre. Na, külön-külön Réka gurít. Már nem bírok két labdával, Anna gurít. Hajolj le! Ne gugolj, hajolj! Réka gurít. Réka gurít. Anna gurít. Á, Réka, figyelj egy kicsit! Na, Anna gurít. Réka gurít. Anna gurít. És Réka gurít. Réka, nézzél ide, légy szíves, és pontos legyen, mert így nem tudom elfogni. Jó, álljatok föl. És most azt szeretném, hogy forduljatok meg, és háttal nekem, álljatok terpezbe, és most csak az gurítson, akinek mondom, de nézzétek meg, hogy hol vagyok, mert nekem kellene gurítani a labdát. A lábad között lehajolva, Réka, jöhet a labdád, és én vissza is fogom gurítani. És fogd el. Ó, jöhet Anna. Menj érte, Réka, léci. Az enyém nem volt, ez az. Fog meg, Réka jön, fordul, és gurít, ez az, és én vissza. Anna, Réka, koncentrálj egy picit, légy szíves. Most jöjjön a tiéd, Réka. Hát ez nem volt nagyon egyenes, pontos legyen, de Anna, Réka vár, ez az, de gurítsd meg, hogy ide érjen hozzám. Ez az, Réka, jobban figyelj, mert összekeveredek. Jó, most azt szeretném, hogy üljetek le törökülésbe. Réka, húzd ki magad, egy picit hátrahajolva, dobd a fejed fölött nekem a labdát, és én fölöttel leejtem a kezedbe. Anna, dob hátra, gyönyörű dobás, és leejtem, várd, Réka, hátra dobd hátra. Magasabbra próbáld meg, és leejtem, figyelj, hopp, ez az. Anna, dobd, egy gyönyörű dobás, leejtem, jön,
Réka, hopp, gyönyörű, lejt, hopp. Fél, várd a labdát, hogy leesik, dobd, és várd a labdát, esik a fejed fölül, dobd, és esik, azaz, dobd, és leesik, várd, hopp, és leesik. Nem baj, hopp, dobd, utolsó lesz mindenkinek, azaz, Réka egy utolsó szépet, és most várd a labdát. Akkor még egyet csinálunk veled, jó? Hogy jó legyen. Ha? Anna, várd a labdát. Réka, egy nagyon szép, és várd a labdát. Ez az. Jó. Most légy szíves, gyertek, tegyétek ide a labdát, és vigyetek egy kosarat magatoknak, és most olyat fogunk játszani. Ne vidd, a kosarat vidd, a labda az enyém lesz, jó? És oda megyünk az asztalhoz. Erre az oldalra álljatok ti, arra. És egymás után oda végére, és ez lesz a játék, hogy én gurítom a labdát, egy lépéssel lép hátrébb az asztaltól, én gurítom a labdádat az asztalon, és te pedig bepróbálod elkapni. Figyelj! Úgy is cserélj a Rékával. Réka, kicsit hátrébb, gurítom, ez az, menj a sor végére. Jöhet a labdád? Kérem vissza, gurítsd úgy. Gurítom. Ez az, ezt lehet játszani sok kis apró labdával, pingpong labdával. Úgy. Azaz, köszi. Jöhet a labda, menj a végére. Annának is jöhet a labdája. Ez az. Na, jelen. Nagyon ügyes. Le. Lent tartsd, alatta tartsd. Gurítsd ide, borítsd föl, ez az, és egy kicsit lejjebb tartsd a kosarat, az az. És megvan a labda, nagyon ügyes. Réka, gurítsd ide nekem a labdát, ez az, lejjebb tartsd, és hopp, majdnem. Na, még egy utolsót? Utolsót, ide gurít, hopszi, lejjebb a kosarat, és kapd el, ez az, nálad maradhat már, Réka, gurítsd ide. Lejjebb, menj hátrébb. Ez az. Sikerült elfogni. Nagyszerű. Gyertek ide, levezetünk. Még lehet játszani célba dobást is ezekkel a labdákkal, kosarakkal. Most tegyétek le a kosarat. De hagyd ott, és gyertek, feküdjetek le ide. Úgy a hátatokra egy kis lazítás, légzés. Feküdj le, Réka. Lazítsátok el a kezeteket, a lábatokat, és szívjatok be nagy levegőt, és fújjátok ki. Szívjatok be nagy levegőt, és fújjátok ki. Szorítsátok ökölbe a kezeteket, és engedjétek ki. Szorítsátok meg a popsi izmotokat, és engedjétek ki. Most a combotokat feszítsétek, és engedjétek ki. És most mindent feszítsetek, kezet, lábat, arcot, szemet mérgesen, és engedjétek ki. Még egyszer mérgesen, ha nagyon bosszusak vagytok, akkor ez nagyon jó gyakorlat a méreg kiengedésére, és engedjétek ki. Forduljatok az oldalatokra, tápászkodjatok fel törökülésbe, egyik kezetekre, térdetekre az egyik kezetek, másik térdre a másik, nem keresztbe, és húzzuk ki egyenesen. Jöjjön az a zsiráfnyak, és gömbölyítünk. Kihúzzuk egyenesre magunkat, és gömbölyítünk. Guggoljatok föl, bokafogás, guggolás, bokafogás. Kifelé nézzen a könyök, hajlítsátok le az orrotokat, a térdetek, ez jó gömbölyű legyen a hátatok. Most lassan nyújtózkodjatok. Nyújt a térd, lóg a keze, lóg a feje, mint egy kampósbot úgy néztek ki, a fejünk jön föl utoljára, és beszívunk, nagy levegőt megnyújtózunk, és kifújjuk, beszívunk, nagy levegőt megnyújtózunk, és kifújjuk. Egészségetekre a mai tornát, megdicsérlek benneteket, jól dolgoztatok, ti is dicsérjétek meg egymást, nem így lelkezve csak, megsimogatva a hátát. Egészségetekre, gyerekek, nektek is. Igyatok egy pohár vizet,
a torna után, és a következő tornánkhoz készüljetek 8 pár gombócba gyűrt zoknival, és 3 olyan tállal, fazékkal vagy kosárral, amiben egyszerre ez a 8 gombóc zokni belefér. Viszontlátásra, szervusztok!